díszlet és jelmeztervező, civil aktivista, számos jótékonysági és közéleti kezdeményezés résztvevője. Az akár több százezer embert is hátrányosan érintő TB változások mellett a kormányzati kultúrharcról is kérdezzük. A reggeli gyors vendége 9 órától Horgas Péter. Horgas Péter, látványtervező, mondjuk így a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! De nem csak mint színházi embert hívtuk ma, bár most éppen arról is van mit beszélni, és szerintem fogunk is a következő jó 50 percben, hanem ahogy itt a hírekben is elhangzott, ma a parlamentnek újra kell szavazni arról a törvényről, hogy ki részesülhet társadalombiztosítási eljárásban ellátásban, és ön vagy önök, vagy mindjárt elmondja, szerveznek ebből az alkalomból egy, 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 tüntetést, hiszen hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor úgy tűnik, hogy sok ezer, sok tízezer ember kieshet az ellátásból, akinek rendezetlen a tévébe fizetése, és ezek valószínűleg nem a leggazdagabbak. Igen, bár maga ennek a, és én inkább azt mondom, hogy összegyülekezésnek nem is annyira ez az oka, hanem az, hogy hogy pont egy héttel ezelőtt, ugye kiderült, hogy, hogy mivel nem tudták befejezni, vagy rosszul fejezték be azt az ülésszakot, ami, vagy az, azt az ülést, ami az utolsó lett volna az idén a parlamentben, tehát, hogy ma még egyszer összeülnek a képviselők, és a, a Madács téren tartott tüntetésen is, illetve már korábban is fölmerült az, hogy ha egy-egy ügyben megszólalunk, tiltakozunk, tüntetünk, akkor van-e értelme üres épület előtt kiabálni vasárnap délutánonként? Én azt gondolom egyébként, hogy van, de mi ez ott egy, ott egy, ez egy, ez egy jogos a kérdés. Áll, ott azóta elterjed a így Igen. De hogy, hogy azért ez egy jogos kérdés, vagy jogos felvetésnek tűnt, és amikor ez szerdán kiderült, hogy lesz, akkor ezen a héten még egy ülés, akkor, eh, akkor én azt gondoltam, hogy biztos, ami biztos, én lefoglalom, vagy bejelentem a rendőrségen, hogy, hogy és akkor kezdjünk el, vagy a lehetőséget megadom, hogy legyen eh, a és ugye engem, mint színházi embert vagy filmes embert nagyon érintettek ez a, ezek a módosítók, amik a, a kultúrát illették. Tehát, hogy akkor legyen ennek folytatása a Madácstéri tüntetésnek. Na most ez ugye úgy van Magyarországon, hogy az ember bejelent egy tüntetést a rendőrségre, akkor be kell menni, egyeztetni kell, és utána 48 óra múlva lehet meghirdetni magát az eseményt. Ez nyilván nagyon rövid idő és amennyire most látjuk, bár jönnek, és nő az érdeklődők száma, de mégis mi elsősorban ezen az eseményen arról szeretnénk beszélni, és nagyon sokan fognak erről röviden beszélni, hogy, hogy elengedhetetlen az, hogy ne csak a saját ügyünkért álljunk ki. Tehát az, ami most itt ma reggel is szó volt, akár a Ritok -nórái kapcsán, vagy, vagy más ügyek kapcsán, hogy, hogy, nem lehet az, hogy, hogy ne legyünk szolidárisak egymás iránt. És bármilyen furcsa, de az, ami múlt kedden az ellenzéki képviselőket érte, azok, azok, a korlátozások, azok egyben azt is jelentik, hogy a lakosságnak több mint a fele gyakorlatilag a képviseleti jogában fosztódott meg. Vagy legalábbis korlátozott. A másik fele is, ők még nem vették észre, mert jó, de őket akkor őket azt mondom, hogy, akkor annyira, azt mondom, de... hogy, hogy, hogy egyértelmű. Na most ezt, hogy, hogy felszámolja a kormánypárt rendszeresen és módszeresen minden társadalmi réteggel, a párbeszéd lehetőségét. Ez, ez, nem csak azért veszélyes, mert, mert így lebénítja az országot, és, és egy nagyon komoly erőforrástól fosztja meg saját magát. Hanem, hanem azért is, mert olyan indulatok kezd szítani, és most én a, a, mai esemény kapcsán azért ezt nagyon pontosan érzékelem, ami, ami kezelhetetlenné válik. És amikor különböző arab országokat, illetően azt ugye szoktuk elmegetni, hogy milyen milyen hirtelen és váratlanul történnek politikai fordulatok, és, és hogy általában azt tudjuk jól, hogy a diktátorok soha nem adják át önként a hatalmat. Hiszen diktátor? E, igen. E, tehát, hogy, hogy amikor, amikor egy ország vezetése bele, lavírozza magát egy, egy diktatúrikus helyzetbe, akkor azzal is kell számolni, hogy ezek az irracionális indulatok nagyon váratlanul és nagyon gyorsan megjelennek. És és akkor jön az, ugye, a, ami a mai esemény kapcsán is fölvetődött, hogy hát akkor menjünk be, menjünk be a parlamentbe. És akkor mi van? De az, hogy van már ilyen indulat. Az, az azért nagyon veszélyes. Tehát, hogy, hogy Na jó, de eze, most, most nem, nagyon... Nem, nagyon... Nem, 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 nem azt mondom, hogy be igen. kell menni a parlamentbe, és ki kell dobni, akik ott vannak, de a, de ez megjelent, de János. A, Biztos vagyok benne, de, de értem ennek is a logikáját. Hát beszélni nem lehet velük, egyeztetni nem lehet velük, tök mindegy, hogy mit mondunk nekik, észérveket mondunk, vagy ezt, vagy azt, úgy pereg le a hatalomról, mint a ez falra hány borsó. Tehát így, így ebből, aki kicsit vehemensebb, mondhatja ezt, nyilván nem kell még két lépést előre, egyet, -egy, hát bemész, és akkor mint va, mi van bent, Igen. vagy most majd ki az. Igen. Igen. de hogy, hogy tehát hogy, hogy, az előző gondolatot folytatva, hogy, hogy, mivel ez történt az ellenzéki képviselőkkel, én akkor szerdán azt gondoltam, és ezt vetettem föl, hogy, hogy bármilyen fura, de nekünk most civileknek szolidárisnak kell lennünk a képviselőkkel. Ez ugye egy viszonylag ritka dolog, hogy, hogy kívülről ö, ö, politikusokkal szolidaritást válunk, de azt gondolom, hogy ez is egy. velük most ugyanaz történik, ami egy héttel a színházi szakmával. Korábban az akadémiai dolgozókkal, a pedagógusokkal, a diákokkal, a, a küzdőtekkel. Tehát sorban megyünk hát végig. Ez ugyanaz az attitűd, ugyanaz a gondolkodás. És nekünk akkor az a kérdés merül fel, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, hogyha a jog, az a jogi környezet, ami, eh, amit megpróbálnánk követni. Mert én azt gondolom, hogy akik ma kimennek, alapvetően jogtisztelő állampolgárok. Eh, és kétségbe esetten azt látjuk, hogy a jelenlegi jogi rendszerben eh, az a fura helyzet állt elő, hogy mi jogtisztelő állampolgárok tisztelnénk a jogot, de mit csináljunk akkor, amikor a jog nem tisztel minket? Amikor nem véd, amikor nem az igazság eh, működtetéséről, a, 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 méltányosság működtetéséről van szó. Mit lehet ilyenkor tenni? És mivel én azt gondolom, hogy, hogy ezzel a múltkeddi szavazással, vagy módosítókkal, és persze várjuk meg még, hogy az alkotmánybíróság mit mond. Oh, de azért, várjuk meg, várjuk de meg. csak azért várjuk meg, mert szintén jogtisztelők vagyunk. Nincsenek illúzióink. De hogy, és ugyanez vonatkozik a köztársasági elnökre. Tehát, hogy az a baj, hogy oly mértékben elszakadt és megszakadt a párbeszéd és a bizalom, hogy felvetődik az a kérdés, hogyha ez a, ez a, ez a, ez a, ez a jogi helyzet, és alapvetően békés emberek vagyunk, és ellene vagyunk annak, hogy bemenjünk, és megfogjuk őket, és kivágjuk őket, és akkor egyébként meg mi van, akkor, akkor ki kell találnunk egy olyan platformot, egy olyan formát, ahol, ahol nagyon sokakhoz eljut, eljutnak azok a gondolatok, amik miatt most többek között kimegyünk, és ezeket elmondjuk. Ha a parlament a sok mindenre való, de, de láthatóan nagyon sokak képviseletét nem tudja ellátni, akkor fölmerül az, hogy, Hát lehet, hogy akkor egy másik parlamentet kell létrehozni. Igen. Szerintem a parlament körülbelül ma szerepe annyi, mint a 70-es 80-as években, hogy állítólag jó a büféje. De... Ezt Nem tudom. Ez sem cáfolik de, 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 de mondjuk, hogy fontos politikai döntések, vagy nagy lényeges, nyilvános vitákot lennének, ez, ez már elmúlt tehát kész ilyen. Nincs megint Igen, ma... Csak ami eddig volt, János, ami eddig volt, hogy bármilyen formában akár még azt is mondom, hogy hogy, hát ilyen talán nem túl szerencsés formában jelentek meg vélemények, ez is ugye annak a következménye, hogy nem lehetett, nem volt már normális párbeszéd. És, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon jó, hogy különböző módon látjuk a világot. De az, hogy, hogy végső soron egy hatalomban lévő kormánypárt most nagyon te azt mondja, hogy kus, ez biztos, hogy, hogy nem fenntartható, és előbb-utóbb, aki egy kicsit is olvasott Shakespeare-t, vagy történelem órára járt, az tudja, hogy ezek nagyon csúnyán visszaütnek. És csak megmondom én őszintén, hogy van egy nagyon sokunkban egy aggodalom, amit az elején mondtam, hogy ezt, ezt nem lehet majd kordába tartani hogy ez a ötlet másnak is eszébe jutott a hatalom képviselőinek, az szerintem elég jól bizonyítja, hogy amikor az Orbán rezsim hatalomra került, az egyik első intézkedése volt egy pretóriánus testőrség létrehozása. Tehát az első dolog az volt, hogy egy fekket létrehozni, ami egy ilyen jogi trükkel, hogy terror és izé elhárítás is, tehát nem lehet rá szólni, egy személyes hadsereget létrehoztak, azóta már Kövér László is létrehozott egy személyes, tehát hogy bennük is megfordulhatott ez a gondolat, hát hogy ez... egyszer itt még valami lehet, ezért mm -hmm. vegyünk jó sok páncélautót, izé, fegy, nagyon jól fizetett testőröket, külügyminisztert állítanak, 50 fős testőrség védi, hát azért ez, 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 ez hogy itt, itt baj is lehet, ez nekik is eszükbe jutott. Nyilvánvalóan, és nyilván nem csak a, a személyes védelmükről van szó, hanem, hanem gyakorlatilag az is, az is a történelemből azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ha egy ország elkezd fegyverkezni és fegyvereket vásárol, azokat a fegyvereket használni kell. Igen, azt, azt hiszem csehovnak szokták tulajdonítani, de talán nem csehov mondta, hogy az előbb-utóbb el is sülhet el Igen, is. Igen, ez a puska, még az a, a színpadon, színpadon van, annak előbb-utóbb el kell sajnos sülnie. Mikor volt az a madács -téri tüntetés, ahol Igen. Nagyon, sokan, Igen. nagyon sokan voltak, és nagyon frappásan zajlott, hogy azért vannak olyan barátaink, akik mindenen tudnak fanyalogni, azt mondták, hogy na jó, jó, de hát igazából nem majdnem mindegy, hogy mi van a színházakkal, mert hm, az néhány tízezer ember mulatsága, de hát a társadalom biztosítás változása olyan embereket érint, akik sokkal nehezebben tudnak megszólalni, Igen? sokkal nehezebben tudják a saját Éget képviselni, inkább azzal kellene foglalkozni, pedig miért nem lehetne mind a kettővel is. De bizonyos szempontból akkor ez arra válasz. Majd ők fognak valami máson fanyalogni ma, az a netesek Igen. E, igen, de ott a Madács téren nem csak erről volt szó. És, és, pont az a lényege a mai mai megmozdulásunknak, vagy összegyülekezésünknek, hogy, hogy erről, be, erről kezdjünk el gondolkozni, hogy, hogy mondom, ezek a társadalmi csoportok, és most jelen esetben ma a TB módosítása miatt sújtottak csoportja, hogy velük hogy lehetünk szolidárisak, és nem, nem csak az, hogy hogy, lehet, hogy fejezhetjük ki, hanem hogy tevőlegesen mit lehet elérni. És erre, erre, most még egyelőre nincs válasz, de, de a kérdéseket meg kell fogalmazni. És szerintem a ma délután az többek között erről szól, hogy egy folyamatot Reményeink szerint egy folyamatot indít el, mondjuk a szolidaritás folyamatát, ami nem csak egy, egy üres lúzunk reményeink szerint, hanem ez kell, hogy valamilyen tett is kövesse. Ezért is mondtuk azt, vagy azért is neveztük ezt arcimnek, hogy ez az első figyelmeztetés. Mert ez ránk is vonatkozik, ez a figyelmeztetés, hogy itt most olyan éppen azért, mert nem annyira látható emberekről, lesz szó, akiknek nincsen, nincsen, lehetőségük, hogy bejöjjenek a klubrádióba, vagy, vagy, a, vagy megkérdezze őket még egy-két még működő tévécsatorna, hogy, hogy ő, az ő hangjukat, az ő helyzetüket ki kell hangosítani, és, és meg kell védeni őket, mert, mert ők ugyanúgy a honfitársaink, azért mert éppen nem, nem, írnak róluk, vagy nem tudnak, mondom, a, a, helyzet, nem tudják a helyzetüket bemutatni. Most abban nem menjünk Igen. bele, hogy diktatúra, Igen. fél diktatúra, negyed diktatúra, ez, ami ez itt van. Ez szerintem a, a keddi szavazás uh, az pont ő... erről szólt ez beteljesed. De hát látjuk, hogy hogy működik, igen, tehát most itt a minősítésétől függetlenül. Ugye lehet-e akkor a demokrácia szabályai szerint játszani? Tehát úgy tenni, mintha működnének az, az egyeztetések, számítana a vélemény, ha előbb-utóbb le lehetne őket szavazni. Hát miközben mint kés, vajon megy át egy csomó, csomó, minden. Vagy ha vannak is ideiglenes uh -huh. mm jó, most az NK-a marad meg. De azért nem hát vennék ez rá. Csak én kérdés. is ezt gondolom. Ugye tegnapi, tegnap, vagy hétvégén olvastam, hogy azok a szakkollégiumok, amik felszólaltak a CEU védelmében, Igen. amúgy nem egy nagyon durva, és nem egy nem tudom milyen levélel, azok hop, elvesztették azt az egy állami támogatásukat. Tehát lehet-e továbbra is úgy tennünk, hogy elmegyünk, egy tüntetésen elmondjuk a véleményünket, nem tudom micsoda, hát ha történik valami, ahogy történhetne, miközben akkor holnap átírják a választási törvényt, azt látják, hogy megerősödik az Hát ez, ez az, pont erről beszélek, hogy, hogy a mai eh, esemény az pont, pont ezeket a kérdéseket veti fel, hogy, hogy mi értelme van, vagy hogy lehet eh, eh, képviselni a véleményünket, az ország nagyobbik részének a véleményét, ha nincs párbeszéd. Mi következik ebből? Én személy szerint azt gondolom, hogy megkerülhetetlen egy olyan, egy olyan platform, egy olyan szervezet fölállítása, ami gyakorlatilag a parlament mellett kezd el működni. Igen, ezt az előbb átsiklottunk, pedig ez egy fontos dolog, hogy nem tudom, hogy lehet egy ilyet hívni. Nem tudom, hogy mondjuk társadalmi parlamentek. Tárcsal... Vagy, vagy egy. Vagy... Tehát, hogy, hogy szerintem ma már olyan sok minden történt a tudományban, a kommunikációban, hogy például magának a képviseletnek is lehetnek új formái. Vannak is új formái. A különböző szavazások, megkérdezések, ezeket ma már mind be kellene emelni egy, egy modern, új, Független és szabad képviseleti rendszerbe. Ezt látjuk, hogy ez a parlamentben nem működik. Szóval a, a, beszéltünk arról, hogy a Diktátor arról ismerszik meg, hogy nem adja át önként a hatalmat és most nyilván nem Lenin állam és forradalmát szeretném idézni, de hát mégis akkor mi mond, amiben lehet igazság, hogy akkor erővel kell, akkor akkor nem megy másképp, akkor csak úgy lehet változtatni a dolgon, hogy most mi ez az erő, nyilván ez sokféle lehet, de hát mi lehet, mert az nagyon fölemelő, hogy hányan vannak a madácséren mm -hmm. és milyen nagyszerű beszédek, tényleg nagyszerű beszédek uh, hangzanak el, és milyen lelkesítő az a, a, annak is, aki a, a tömegbe áll, és látja, hogy sokan osztoznak mm -hmm. az ő véleményébe de hát azért másnap mégis ugyanúgy történnek tovább a dolgok, akkor egy előbb-utóbb azt mondja, hogy hát jó, ez itt sokra most megint nem mentünk. Azzal én teljesen egyetértek, hogy erőt kell mutatni. Hát persze pont erről szól, hogy és akkor milyen lesz, mi lesz ez az erő. Például mondjuk azt gondolom, hogy lehet egy olyan erő, hogy azt mondja, hogy hát ha nincs párbeszéd, ha nem, nem tudok veled beszélgetni, akkor, akkor valahogy megfogalmazom azt, ami amit én elvárok tőled, követelek, amit azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy nekünk, akik a, ugyanúgy az ország tagjai, a nemzet tagjai, akkor, akkor ezt meg, meg, kell tudnunk jeleníteni, és ha te nem adsz lehetőséget arra, hogy, hogy meghallgassd, mint, mint éppen most te vezeted az országot, akkor, akkor létre kell hozni egy új, új Képviseleti formát. Nem nagyon marad más, mert ami... Hát, de marad, nem, most mondok egy mondok a egy másik ott van Franciaország. Most hát, tök mindegy, hogy Macron egy, egy gazdasági modernizációs programmal próbálkozik, igen. aminek nyilván van társadalmi ára, de hát egy olyan ellenálláson ellene, egy olyan strike hullámot ö, indított el, ami könnyen lehet, hogy megrengeti ezt a rendszerét. Aztán persze tudjuk, hogy a gazdaságban nincsenek csodák, tehát a többet fizetnek ki, mint amennyit lehet akkor annak előbb-utóbb, abból előbb-utóbb baj lesz, de mindegy, de lehet, hogy átmenetileg legalábbis visszavonulásra kényszerítik, vagy őt, vagy az utódait is. Persze, azért mondom, hogy a, az erőnek nagyon sokfajta formája lehet, és lehet olyan, amit az elején mondtam, amit, amit nem lehet kordába tartani. Nem lehet, hogy mi túlzottan a saját buborékunkban élünk. Arra gondolok, hogy de. nagyon sok embernek tetszik, ami itt történik. Különböző okokból, Így van. Euh, még akkor is, ha időnként ráfizet, mert szerintem attól, hogy az egészségügy rossz meg mm. az oktatás, az, az akármilyen lelkes fideszes vagy, attól mm -hmm. még a rossz lábadat vágják le. Most jó, azt talán nem. Mm -hmm. de, 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 hogy, de, hogy, de hogy tetszik neki, hogy erőből lehet, hogy megmondjuk, hogy megalázunk embereket, hogy kirekeztünk, hogy, hogy fegyverkezünk, és akkor kacsingattunk itt, hogy trianon évforduló, szóval, hogy ez sok embernek tetszik. Hát igen, ezt látom, hogy nagyon sok embernek tetszik. Az elmúlt napokban egészen, egészen elképesztő, és tulajdonképpen én azt gondoltam, hogy, hogy már így vénfejjel sok mindent megtapasztaltam, de hát az a, az a az a mocsok, ami az elmúlt néhány napban így az esemény kapcsán így rám ömlött, az, az tényleg megrendítő. De legalább annyira megrendítő, az a, az a mérhetetlen szomorúság, és és azt mondom, hogy fájdalom, ami, ami meg a másik oldalról árad. És annyira, hogyha ha, ha emlékszünk erre a Madács téri, Eseményre, tüntetésre. Tulajdonképpen az egyik legmegrázóbb beszéd az a Sodró Elizái volt, aki ugye a 30 év alatti színészek nevében beszélt. És, és most délután is ebből a társaságból jönnek fiatal emberek, és annyira, annyira szépen és okosan, bölcsen gondolkoznak és olyan tisztán és világosan tudják megfogalmazni, hogy, hogy ők mennyire és miért kötődnek ez az országhoz, hogy, hogy miért szeretnének itt élni. Tulajdonképpen a, a lényegét mondják el, és azt a, azt a vágyat, hogy, hogy ők szeretnének aktív részei lennek ennek a nemzetnek, ennek az országnak. És tulajdonképpen semmi másról nincs szó, hogy mi is itt vagyunk, mi szeretnénk, ehhez valamit hozzátenni, hogy ez egy baromi jó ország lehetne. És és milyen kár, hogy ilyen, ilyen, ilyen vacagságok vannak. Mennyi minden. Hát, hogy gondoljuk be, hogy, hogy hány százezer honfitársunk ment el, nem gazdasági okokból, nem kalandvágyból, azért egyszerűen rosszul érezte magát. Miért mondunk le ezekről? Micsoda erőforrások mentek ki? Milyen, tehát, hogy milyen... A, a, a környezetünk, a földrajzi elhelyezkedésünk, a lehetőségeink, ez egy csodálatos ország lehetne. És folyamatosan lépte nyomon, erről bizonyosodok meg én is, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, hogy, hogy, hogy igenis itt vannak nagyon jószívű, tenni akaró, itt élni akaró emberek. Miért, miért kell ezeket? elüldözni. Hát ez, ez az, amit én nem nagyon értek, hogy, hogy amikor egy hatalom ilyen erőforrásokkal rendelkezik, ennyire minden már a kezébe van. Miért kell még egyet csavarni? Miért Persze ezek költői kérdések, ez én a tudom jól. Harmadik Rihárd, igen. Persze. Bocsánat, híreket kell mondanunk. Hajrá. Borges Péter a vendégünk, mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést. Reggeli személy. Forgas Péter a vendégünk, ma hánykor kezdődik a Kossuth -téren ez a, azt mondtad, hogy mondta, hogy nem tűnt. 60, 60 perc, a szabadságról, ugye egy kicsit az egy mondat a zsarnokságról hmm. próbáltunk uh, rímelni. Ez három, három órakor kezdődik, és háromtól négyig tart. Tehát ma háromtól négyig a Kossuth -téren. van. És azért, ugye, azért a Kossuth -téren ezt mondjuk el még egyszer, mert most vannak, ma utoljára vannak bent a képviselők a parlamentbe ezért szerveztük oda, mert szolidárisak vagyunk az ellenzéki képviselőkkel. Ez volt az alap. És aztán, aztán nagyon sok minden erre még rárakódott, és erről próbálunk elkezdeni beszélni, hogy, hogy hogy lehetünk szolidárisak különböző társadalmi rétegek felé. Hogy ne csak akkor menjünk ki az utcára, amikor minket ér valamilyen fajta sérelem. Igen, mert ez is minket ér. Valami, teljesen teljesen így, más így. dolog, ugye, mint színházi embert is kérdezném, ha már Igen. így összefutottunk, hogy a katona József Színház felügyelőbizottságának az elnöke. Uh -huh. Lehet, a felügyelőbizottság az csak pénzügyi felügyeletet jelent, tehát uh -huh. a gazdálkodás felügyeli, vagy van köze bármi máshoz is a színház életével kapcsolatban? Ez egy nagyon jó kérdés, és amikor a fővárosi önkormányzat fölkért, hogy legyek a felügyelőbizottság tagja, és ugye ez nagyon fontos, hogy van egy összeül a felügyelőbizottság, és megválasztja az elnököt. Tehát azt hiszem áll... az önkormányzat jelöli ki, hanem a hát saját Igen és, és a, De hát ez általában úgy szokott lenni, hogy már ugye vannak megállapodások a különböző pártok között is, és akkor bár engem a konkrétan a, a főpolgármester úr keresett meg, és hogy, 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 hogy akkor küldenek különböző embereket a felügyelőbizottságokba, de általában az a szokás, hogy ilyenkor már tudják, hogy ki az elnök. De én azt gondolom, hogy akkor is ezt meg kell tartani, tehát, de nagy valószínűséggel ez, ez így lesz, és, de a kérdésre válaszolva, hogy elsősorban valóban a gazdálkodásért felel, ugye a felügyelőbizottság tagjai képviselik a tulajdonos, jelen esetben a, a fővárost, az önkormányzatot, és és elsősorban a működésért, a, a működést, a, a, a pénzügyi fegyelmet ellenőrzik, képviselik a, a főváros vagy az önkormányzat értekeit. De én azt gondolom, hogy ez, vagy legalábbis számomra legalább annyira fontos, hogy az emberi jogok is, mondjuk például egy, egy intézményben azok, azok működjenek, és és az ott dolgozóknál ugyanúgy, mint a korábban mondtam, mint jogtisztelő állampolgár, tehát hogy a, a különböző törvények azok valóban védjék a, az ott dolgozókat. Itt állom, a mai hírekben is elhangzott, hogy mekkora lehetősége marad megvédeni, ugye nem csak a katonáron Igen. radnóti Igen. őrkény, de még biztos van több ilyen intézmény is, amelyek ugye eddig fővárosi tulajdonúak, Igen. de hát a támogatásuk egy részét különböző módon, ugye a József Attila színház, új színház, van Igen. itt mindenféle más is, állami költségvetésből is kapják, és ugye az el, azban a törvényben, amely jelen egyébként a madácsére volt tüntetés, az szerepel, hogy ugyaneddig a kinevezési joggal a tulajdonos vagy a fenntartó élhetett, ezentúl vétójoga van a miniszternek, a, 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 kormánynak, vagyis ha ezek tényleg ilyen kis eltérő gondolkodást képviselő műhelyek maradnának, akkor, hát akkor szétbombázhatja őket a, a hatalom, és egyik mondjuk sok nagy lelkűséget nem mutattak, szóval akkor lehet, hogy ez csak egy elég elég rövid távú bizottsági tagság lesz. E ezzel most szerintem igazándiból nem érdemes foglalkozni, hogy ez milyen hosszú lesz. Ü ugye én nagyon sokat és sokáig dolgoztam a Katonai József Színházban, tehát van egy egy... Tehát tudja, hol a büfé vagy, mit szoktak ilyenkor... hogy unélgább, tudja, hogy hol a büfé vagy, igen, mit, hol kell lenyomni igen. a kilincset. Igen. Most már egy jó ideje, nem? Tehát talán van egy fajta lehetőség arra, hogy én egy kicsit függetlenül ö, lássak rá a színház működésére. Ö, igen, szóval hogy most ö, ö, ebben a helyzetben, ö, amit ez a törvény, ez a módosító ö, létrehozott, ö, fog, a, a nagy valószínűséggel fog, fognak, fognak ezzel élni mérhetetlenül aljasnak tartom azt, hogy, és megint csak a párbeszéd totális megszüntetését bizonyítja, hogy miután évek alatt szép az önkormányzatiságot felszámolták, az önkormányzatokat egészen lehetetlen helyzetbe hozzák, most akkor nagyon, hogy mondja, cidikusan azt mondják, hogy hát, hogyha akarod, akkor tart, működtetheted a színházat, hogyha úri kedved úgy tartja, miközben pontosan tudják jól, hogy erre nincs forrás. Tehát, Mert hogy elvették. Hát igen. igen. De ezt ugyanúgy el lehet mondani az önkormányzatok különböző intézményeire. Na most ez megint egyfelől azt jelenti, hogy igen, elképzelhető, hogy akkor ennek kapcsán egy-egy önkormányzat nagyon komoly euh, munkával, áldozattal azt mondja, hogy de neki annyira fontos a saját színháza, mondjuk, hogy akkor jó, rendben van, akkor ezt önállóan fogja működtetni. Nyilván ebből nagyon különleges, vagy talán ma még nem látható finanszírozási modellek épülhetnek fel, mint ahogy korábban kiépült új finanszírozási modell, mondjuk amikor volt Tau. E, ott valamit elkezdtünk például a szakmában megtanulni egy, e, ugye különböző intézmények, szervezetek jöttek létre a TAU támogatások beemelésére. Elkezdett a, a, színházi szakma gazdaságilag gondolkozni arról, hogy, hogy ő milyen az állami önkormányzatok támogatása mellett milyen egyéb forrásokat tud beemelni. Új formák jelentek meg. A marketingtől kezdve, az egész működést illetően. Na most ez egy tolvonással, egyébként a szakmával, abszolút nem egyeztetve, megvonták. Egy tudást dobtak ki ezzel. Nem csak pénzt, egy tudást. E és akkor ennek a most megint az a vége, hogy ők a kormányzat dönti el, hogy kinek mennyi pénzt ad. Ugye ez most már látható néhány napja, hogy ez nyilvánvaló, vagy nyilvánossá vált, hogy ezből a kulturális tauba ki mindenki részesült, akinek egyébként semmi köze nincs a kultúra. Nagyon jó, hogy részesülnek, biztos nagyon fontos dolgot csinálnak, csak éppen a kultúrához nincs közük ugye itt mondjuk a Katona József színház példája, de hát Igen. említettük, hogy ez, ez több színház is érinti, ugye nyilván ez, ez, ez úgy szálka a hatalom szemében, amúgy nem tudom, hogy miért zavarja őket, hogy háromszáz vagy négyszáz, vagy nem tudom hány ember fér be e, mit, Mit néz, de hát azt tudjuk, hogy a színháznak sokszor önmagán túlmutató szerepe van. Szóval, hogy 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 lehet megvédeni ezeket az intézményeket, hogy meg lehet-e védeni, mert ugye ha csak pénzügyi szemlélet, akkor több bevételt kell szerezni, kevesebb kiadást csinálni, aztán jó van, ennyire egyszerű. Hogy hogy lehet megvédeni, ezt, ezt én személy szerint most még ezt nem tudom, nem látom. Egy pillanatra visszatérve az, hogy meg ugye itt, itt az merült fel, vagy volt egy ilyen indok a finanszírozáshoz kötődően, hogy, hogy aki fizet, az, annak van joga meghatározni, hogy, hogy, egy az önkormányzat intézményeiben, nevesül a színházakba, milyen, milyen típusú működés, milyen jellegű működés legyen. Ez nem így van. Ez azért csak úgy finoman szeretném jelezni, hogy közpénzről van szó. Hát Tehát igen. a nézők pénzéről van Ejjjj. szó. Nem az állampénzről, közpénzről van szó ez az egyik. A másik... Na jó, de mindig hogy... azt mondják, hogy aki a, 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 a kicsit struktúráltabban beszélnek, mert ez az a bűvész mondta, aki most államtitkár, Igen. azt hiszem. Tehát tőle azért nem várunk el ennél sokkal többet, de, de akik egy picit struktúráltabban gondolkoznak, azok azt szokták mondani, hogy azzal, hogy a választók Valamilyen többsége uh -huh. mégiscsak, mindent tudjuk, hogy hogyan megválasztási, de, de mégiscsak a Fideszre szavazott, ezzel azt mondta, hogy ő minden területen Fidesz szeretne, a focitól, a színházakig Fidesz legyen, és ezért, ne, ezért a többség azt akarja, hogy Vasalbert darabot játszanak, uh -huh. még a zsinórpadláson is. <Szorítan> hogy erre van... E igény ezt sem megerősíteni, sem megcápolni, hogy mondani szokták, nem tudom, de, de még két dolgot ezzel kapcsolatban szerintem fontos lenne hangsúlyozni. Az egyik, vagy legalábbis én szeretném. A, a, az egyik, hogy, hogy volt egy, egy, nagyon fontos intézményrendszerünk, ami szép lassan úgy kivezetődött, és ez, a, ez az egyes színházi pályázatoknál az úgynevezett szakmai bizottság volt. Tehát azért Azért itt voltak, voltak gondolatok, hogy hogy lehet ezt... Tehát a vezető minden... kinevezéséhez kellett egy szakmai így bizottság javaslata, van. sőt, így szokszor... Van. Így van, és én azt gondolom, Na, hogy... De a szakmai bizottság az ön... nem azt az eredményt hozta, ami a politikának kellett, akkor ez hát ez soka. az. Na, hát ez az, erről beszélek. Tehát talán, mint az önkormányzatok részéről, mint a minisztérium részéről, talán érdemes lenne azon gondolkozni, mégis mégiscsak ezt a jó gyakorlatot vissza kellene vezetni, és meg kellene tartani hogy szakmai alapon lehessen de a, de a ma... szakmából is igen. most már minimum kettő van, mert van teátrumi társaság, meg színházi, nem meg mit tudom, egy egyik -egy ide. Szóval, szóval nyilván, hogy, hogy, az, nyilván, szóval, de... hogy, így, hogy szakma sem nagyon van már. De van, de szerintem van, és vannak, ö, mondjam, van, van egy olyan tantárs, hogy matematika. Az egy olyan viszonylag az, az exakt dolog. Tehát, ö, nyilván, hogy ö, van arra erő és hatalom, hogy, hogy azt megtanítsuk, hogy kettő meg kettő az öt, de azért a lelkünk mélyén mégiscsak tudjuk, hogy négy, és azért az nem árt ehhez, tehát, hogy, hogy nem árt a józan eszünk az azért ragaszkodni. Nevezetesen azt gondolom, hogy igenis nyilvánvalóan egy-egy személyhez kötődhetnek politikai gondolatok, képviselet, de azért azért a, ennek a szakmának vannak nagyon is mérhető számai, teljesítményei, és ezeket nem lehet átugorni. Hogy, hogy ne lehetne? Hát ott a Nemzeti Színház. De mondjuk, én, hogy én nem. Én mondjak... nem irracionális helyzetekről beszélek. Tehát az, hogy nagyon-nagyon hogy sok pénzzel, nagyon-nagyon igazságtalanul, hogy van egy-egy intézmény, egy-egy vezető helyzetben tartva, az nem jelenti az, hogy. Kettő meg kettő az öt. Kettő meg kettő, maradjunk a baj négy. Uh, Jók, legyen 2, kettő, meg 2, kettő, mondjuk, de hát attól még látjuk, hogy hogyan lesznek például a vidéki színházak egy jelentős része, biztos nem az összes, de sőt, szerencsére nem az összes, mondjuk ilyen, ilyen zsákmányként kiosztva. És aztán persze itt is van, aki jobb szakember, van, aki vacakap szakember, nyilván ezer árnyalata van ennek a dolognak, de hogy, hogy abszolút jobban fontosabb, hogy a hatalomnak tetszen, mint hogy a közönségnek. Na. Igen, ezt ez szintén, szintén csak meg tudom erősíteni valóban. M még volt egy egy mondat, amire, amit nem szeretném, hogyha átugornánk. Mm -hmm. Ez a bizonyos bűvész. Ez a bűvész államtitkár. Nekem ez a bűvész Nem áll... az a baj vele, hogy bűvész, mert nem, az nem, egy csak mert hogy, hogy ha Fekete a Marítő, Péter, ha jól emlékszem. Fekete a Péter, aki nekem az egyik legjobb barátom volt. Mm. Én tudom, hogy a Péter mire képes. Nagyon sok közös, hosszú éjszakán keresztül építettünk színházat saját kezünkkel. Szombathelytől kezdve Budapesten bezárólag a Nemzeti Színházba Jordán Tamás mellett dolgozhatunk, volt egy fantasztikus viszonylag rövid időszakunk, de én tudom, hogy a Péter be igazándiból milyen Tudás és, és elhivatottság van a színházba. E, nagyon fájdalmas az, hogy beszippantotta ez a rendszer. E, nagyon sokan reménykedtünk abban, hogy ő, ő nagyon sok mindent ért. Ő valóban köztünk ért. Ő valóban, valóban a mi harcos társunk volt. E, ma már ez nincs. Ma már valóban nagyon fájdalmasan szétszakadt a színház. És többek között azról, vagy az, abban reménykedem, hogy a ma délutáni esemény, ahol jönnek fiatal színészek, fiatal színházi kollégák, pont erről, a, erről, a, erről az újrakezdésről, a megbékélésről, a, a, az, hogy Bármennyire is nehéz, muszáj a közös alapot megteremteni. Igen, de amit muszáj a párbeszédet. Amit, ami, amit mond, szerintem ez az egyik legelképesztő, vagy legdrámaibb, azt persze, hogy a, a dologban, hogy tulajdonképpen jobb sorsra érdemes és méltóbb emberek ö, mit csinálnak. De hát ezeket a rendszereket, a diktatúrákat, ilyenek tartják sokszor fent, tehát még, még csak az se igaz, hogy a patás ördögök és a velejéig romlott, és nem tudom, fickók biztos olyanok is vannak, hanem tulajdonképpen olyanok, akik akikkel lehetne, de hát, hogy ő nem, nem szerintem nem beszippantotta, hanem ő az egyik fenntartója ennek a... Nem akarok... Én nem akarok, nem róla szól ez mert, a történet, mert még 200 igen. ilyen van, de külön-külön lehet, hogy egy csomó rendes, kedves, édes, aranyos, okos Ember, csak éppen ők tartanak fent egy ilyen diktatúrát. Ez így van. Ugyanakkor egy-egy vezetőnek kétségtelen, hogy van felelőssége mondjuk egy társulat felé. Most az, az baromi nehéz eldönteni, hogy hol, hol húzódik meg az a határ, amikor azt mondom, hogy, hogy én ezt politikai, -alag, kulturálisan már nem tudom meglépni bármennyire is azt mondom, hogy a szakmám miatt, a társulatom miatt muszáj csöndben maradnom, ne menjek ki a tüntetésre, ne jelenjek meg. Na de hát pont ez erre épül fel ez az egész rezsim, hogy, hogy jól gondold meg, hogy kiállsz -e másért, akár a saját szakmádon belül. Baromi nehéz ezt, ezt meghúzni, és, és hogy ez a félelem, ez 30 évvel a rendszerváltás után itt van velünk, ezt valami egészen kétségbejtőnek tartom. És nem tartom normálisnak. És ezért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden erőnkkel küzdeni kell, hogy, hogy, ezt a félelmet, ami nem csak körülöttünk van, hanem a hatalom gyakorlóiban is, hogy ezt valahogy feloldjuk. Mert az, az lehet valahogy a párbeszédnek az alapja. Ez, ez, szerintem ez, ez annyira egyszerű és világos. Mint hogy... a kétszer kettő. <laughs> mint a, kétszer, a kettő, a kettő, kettő, a kettő. kettő. Horgas Péter, köszönöm szépen, aki személyesen is akar vele találkozni ma, akkor háromkor, ugye? Háromkor. háromkor. egy a... kicsit előbb már miatt leszünk, mert mint mondtam, ebből lesz egy, egy videót készítünk, hogy nagyon sokakhoz eljusson, és jó lenne, hogyha előtte egy picivel ott találkoznánk. Bemelegítés. Bemelegítés, meg Akkor Háromkor, tehát a budapesti köszönöm szépen. köszönjük szépen, Horgas Péternek, hogy itt volt pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Kismára Józsa Péter ma reggel itt a stúdióban Jávor Dénes és a szerkesztő Bálint Judit. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra.